A teljes kerettel érkező csabaiak az első negyed derekáig tartották a lépést a hazaiakkal, 10 perc után viszont már 7 ponttal vezetett a Nyikse. A második negyedben újabb 10 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda, fordulás után pedig még tovább nőtt a különbség. A záró negyedben már a fiataloknak szavazott bizalmat Kovács Tibor edző, de a különbség nem csökkent, így végül magabiztos 31 pontos győzelmet aratott a Sunshine Nyikse, amelyben mindenki kivette a részét a sikerből. A két meghatározó játékosunk, Szavics és Asztalos Pisti mellett, akik korban is már a rutint képviselik, most végre a fiatalok is, és sorolhatnám Nyíri Petitől, Sipos Timóton, Nagy Danin keresztül a fiatalokat. Pluszként még azért annak is örülünk, hogy a munkahelyi elfoglaltságok mellett Takács Máté, illetve Zajácz Krisztián is olyan teljesítmény nyújtott, ez pontokban is megmutatkozott, amiben tavaly nagyon nagy segítségünkre voltak. Az idén kevesebbet tudnak edzeni, de a hozzáállásuk most is azért nagyon jó volt. A nyíregyháziak szerdán Debrecenben a három meccs után még hibátlan, de az Campus Fesztivál ellen lépnek pályára. Azért azt ki kell emelni, és azért a kosárlabdában járatosak tudják, hogy Debrecenben azért nagyon jó az utánpótlás képzés, nagyon sok kosárlabdás van, aki a kiöregett az egyetemi évek után, az NB1 át vagy NB1 bírt nem bírta el, de olyan rutinnal rendelkezik, hogy ebben a mezőnyben nagyon-nagyon meghatározó játékosokról van szó, és nagyon jó csapatról. Tavaly mögöttünk végeztek a bajnokságban, nagy bravúrral, én azt mondom még most is, hogy bravúrral sikerült előjük kerülnünk. Idegenben játszunk, feljövőben vagyunk. Én bízom benne, hogy az előbb említettem, hogy ez a mérkőzés is egy nagyon jó felkészülés volt már a Békés Csabai mérkőzés is, a következő debreceni mérkőzésre. Hát természetesen nagyon nehezen bízva a csapatunkba, azt mondom, hogy tisztes helytállás, de azért én titkon több jobb eredményben reménykedek. Az NV2 keleti csoportjának tabelláját a Ceglid vezeti 5 győzelemmel, megelőzve a szintén 100%-os Deac 2-t és Deac Campus Fesztivált.